Ladányi edzővel, a két hete kinevezett Szabó Lászlóval érkeztek a találkozóra a harmadik helyen álló fehérmezes ebesiek, akik nem titkolva a három pontért léptek pályára, míg a narancsmezes PL ifjoncai egy esetleges pontszerzésben bizakodtak a kezdő sípszó előtt. Az első gólhelyzetre a 18. percig kellett várni, amit a vendégek hagytak ki, vagy jobban mondva Aranyos Ádám védett ki hatalmas bravúrral. A válasz a 25. percben jött, egy védelmi hibát követően Horváth Ricsi ívelt az üres kapu fölé. Kettő perccel később ismét a miénk kapuja került veszélybe, de Aranyos ezúttal is szögletre tolta a labdát. A 38. percben újfent a fehérmezesek szerezhettek volna gólt, Aranyosnak ezúttal nem kellett közbeavatkoznia. A következő percben egy hosszú labda után Magyarósi János került zicserbe, emelése azonban pontatlanra sikeredett, óriási helyzet volt. A szünet után álomszerű volt a folytatás. Még egy perce sem tartott a második félidő, amikor Magyarósi János miután átjátszotta a kifutó kapust, közelről az üres kapuba helyezett. Megvolt tehát az előny, 1-0 ide. Válaszként a vendégek kettős cserét hajtottak végre, s mindent egy lapra feltéve elkezdtek támadni, aminek eredményeként az 57. percben egyenítettek is a volt ladányi kanál révén. Lendületbe jött az ebes, a mezőny fülényüket egy újabb helyzet jelezte, ám Aranyos ekkor még hatalmas bravúrral megakadályozta a gólt. A 62. percben aztán már ő is tehetetlen volt. A 16-osunkon belül a védőink csak nyomozták a labdát, nem tudtak közbeavatkozni, s azt végül csak a gólvonalon túltalálták meg. 2-1 az ebes javára. Ezt követően sokáig semmi nem történt a pályán, s csak a 78. percben Petrovics lapos lövése jelentette az újabb gólhelyzetet. Támadásban maradtak a miénk, és következett a meccs legszebb jelenete. Horváth Ricsi félfordulatos kapáslövését védte bravúrral az ebesi kapus. Az egyenlítés azonban elmaradt, és következtek a vendégek, no meg Aranyos Ádám. A miénk hálóőre ugyanis 10 másodperc leforgása alatt háromszor hárított óriási bravúrral, s megnyerte ezt a már-már kilátástalan csatát. A meccset azonban 2-1-re elveszítettük, s a helyzetek alapján ez az eredmény reális is volt. Csapatunk továbbra is a 14. bemaradó helyen áll a bajnokságban.